óra 19 perccel, jó reggelt mindenkinek, Bumerang mosolyturné, azaz Köszi Lali turné Szegeden, Széchenyi tér. A Kárász utcánál a médiatorony rengetegen vannak, és itt nagyon gyorsan rá fogunk térni, Lajos, az önkéntes témára, de találtam egy fiatal embert. Hány éves vagy, Ádám? 15. 15 éves vagy, aki aláíratta velem a tanfüzetét. Velem és belelapoztam, és hát ezt nézzétek meg. Hát szerintem titkos kódokat ír fel, és szerintem valami... Na de itt ezt nézd meg, ez kínai jelek vannak benne, mert ugye betűket nem mondunk, és te rendesen kínaiul tanulsz? Igen, kínaiul tanulok. Itt Szegeden? Igen, az egyik gimnáziumban lehet így ilyen nyelvet tanulni. És látom, hogy itt egy dolgozatot írtál, vagy házi feladatot, és valahogy elrontottál, mert kijavította a te grafitceruzával írt krikszkrakszodat, piros golyóstól, egy másik krikszkrakszra. Ez hieroglifa. Igen. Kérdezz meg tőle, hogy mi az. Igen, itt valamit elrontottál, ugye? Mit rontottál el? Ha jól emlékszem, az a kívánni, igen. Na ugye. Oh. Igen, kínai a tanárotok, vagy magyar, aki tud kínaiul? Egy ideig kínai volt, de bizonyos bak miatt vissza kellett. Kiszűkült, vagy mi? Ne, kiugrott az ablakba. Átkeresztelkedett. Vissza kellett menni Kínába, úgyhogy most Pestről jár le egy tanár. Ja, de ő is kínai? Nem, ő magyar, de az eltén kínai tanít. És milyen a kiejtése? Szerintem jó. Igen? Na most itt látom, hogy le vannak fonetikusan írva, például az apa mi kínaiul? Pápa. Ja. Tényleg? Hú, te tényleg tudsz. Oké, okay, tényleg. Na jó, akkor mi a hold? Jön. Ilyen az nem egy pénz. Úgy át tud minket felni, nem, ahogy nem, akar. Nem ilyen, hanem jön. Olyan minden más. De ott olyan nüanszi különbségek vannak. Én amikor Kínában voltam, csak lestem. Na várjál, akkor... Elment Kínában megnézni a nüanszi különbségeket. Mi a farkas? Farkas? Hát, lehet, hogy fokos. De lehet, hogy torkos. Nem tudom, az írásodat nem tudom elolvasni. Farkas? Szerintem igen, az láng. 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 Minden egy szótagú kínaiaknál? Nem minden. Például a tanár az két szótagból áll. Például? A tanár az a laosa. Az hamáján. Laosa. Nagyon jó. Tudsz egy mondatot? Már kínai. Nem tudom, milyen szinten vagy. Hát tudok mondatokat. Mondj egy mondatot. Rönse nimen poi hön gaosing. Ez úgy hangzott, mint Kimi Räikkönen egy verseny után egy üveg vodkával kezében. Nem, csak annyit jelentett, hogy örülök, hogy találkoztunk. Na, mi is nagyon örülünk. Ádám, tudom, ez tényleg csak fiatal ember, kínai úton fantasztikus, ennek van jövője. Mivel most elkéstél a suliból, ezért megkértük a kollégánkat, hogy vigyen el, jó? Jó. Oké, okay. Köszi Ádám, gratulálunk, ügyes voltál. Szia! Szevasz! Na, a Lajos az előbb annyira meghatódott, hogy fehér zsebkendővel integetetek neki, hogy megtennétek még egyszer? Tehát aki hozott fehér zsebkendőt a Köszi Lali turnéra, az most integessen a Lajos. Nézzétek meg! Nézzétek, Istenem, és szomorú, ja, szomorú arcot vágjatok! Ja, tényleg, nem mosolyogjatok. Így, ja. Nem röhögünk, nézd, szomorú esemény. Milyen drága itt. Hey, Rastaman, szomorúan. Igaz, az első szomorú Rastaman. Ne röhögtesd a szomorú embereket. Édesek, jól van. Köszönjük szépen, mindenki megtörli a szemét és vidám marad. Na. Aztán még üzenetek SMS-ben, a régi nulláson az M5-ös előtt kamion, defekt, stau, batibi. Halleluja, volna egy kérésem hozzátok. Holnap velem jön a 7 éves kislányom Nagykörösre, csak azért, mert vágyik egy dedikált fényképre. Sokat jelentene neki, köszi Istenek, szörp futár. Szóljál, írjuk. A mosolyból tud-e ránk szórni Szegedről a bumeráng? Lajos vígan könnyezen érted, az Isten óvja minden lépted. Imám halkan száll az égre, megjöttetek Szegedre is végre, papazit. Oh, de szép. Sziasztok, Istenek, beolvasnátok ezt nekem? Ha van itt a Széchenyi téren olyan vállalkozó szellemű lány vagy hölgy, akit érdekel a női rögbi, jöjjön ide hozzám a baloldali padhoz, köszi Petra. Petra! Állj fel, légy szíves egy pillanatra! Jó, oh. Akkor itt elkezdődött a szegedi női rögbi csapat toborzása, ott van Petra, aki, és azt nem összetévesztendő az amerikai focival, mert ott van védőruha. Rögbinél nincsen, ott csattan a koponya, igen. Vérzik a fog, és tojás a labda. Tehát, ugye? Szép. Jól mondtam? Összefoglalt. Az én kiismerem magam. Köszi Petra, hajrá, Petrahoz menjetek, ha nem... Csak nők jelenkezhetnek? A női rögbiben? Gondoltam. Jó. Ja. Kicsit változtatom. Fehér zsepi, fekete keretben, így érzem, ha Lalibá elhagyja a bumerángot, de remélem, még sokáig visszajössz. Új, de szép, ilyet fogok csinálni. Igen. Üzenem annak a lánynak, akivel most fogtok beszélni, Katának, hogy nagyon szeretem. Katával... Itt vagy, Kata? Nagyon szeret valaki. Tudod, hogy ki az?
Sejted? Üzenj neki, hogy 385 a telefonszámának a vége. Stimmel? Oké. Okay. Beszéljük egy picit az önkéntességről, mert ugye az van tervbe véve, hogy az érettségi megszerzéséhez feltételként kötnék az 50-60 óra önkéntes munkát. Most ez az önkéntes munka, ez olyan gyönyörű, amikor kötik valamihez. Tehát igen. Nem kapsz érettségit, ha nem csinálsz önkéntes munkát. Igen. És nagyon ez ilyen 50-60 óra, az ilyen 1-2 hetes tevékenység, de aztán van az a másik fajta önkéntes munka, hogy távoli, elmaradott tájakra elmennek fehér emberek, csinálnak valamit, ami szerintük baromi hasznos, és az ott élők addig várják már, hogy menjen vissza a Lufthansa gép. Nem, az ott élők egy darabig várják, aztán egyiket, másikat megölik. Vagy erre nem feltétlenül. Nem erről szól csak a dolog. Csak a lúzer vagy persze. Igen. Na most az önkéntesség az ugye olyasmi, mint az au pair babysitter munka, az, tehát kaja van, fizetés van, nem, kaja van, kvartén szállás van, de fizetés nincs. Nincs fizetés, persze. Igen. Na, csak hogy itt most nem arról van szó, hogy egy középosztálybeli angol saját hülye gyerekére kell vigyázni, hanem mondjuk egy haiti kórház écosztályán kell felmosni. Igen. Lajos. Köszönöm szépen, már visszajöttem. Na, de most komolyan. Tehát Ez egy olyan utazás, hogy elmész, Lajos, és megváltozol, mint ember. Tehát amikor visszajössz, sokkal jobban megbecsülöd az, amit van. Igen. Hát én javaslom azt, hogy mindenkitől vegyünk el mindent. És akkor aztán egy idő után, hogyha nagyon hiányzik neki valami, akkor valami picit visszaadunk nekik, és akkor majd megbecsüljük. Ilyen rendszer volt megbecsül. Már, azért az ne kívánd újra. Ezt úgy hívják, hogy katonaság. Nem, ezt úgy hívják, hogy államosítás. Igen, ezt úgy hívják, hogy kincstárkötvény. Tehát ez békekölcs. De ez nem önkéntesség, gyerekek, hanem önkényesség. De nem, Lajos. Benned tényleg nincs meg az, hogy egy valamilyen távoli országba, ahol más a bőrszíne, más az éghajlat, más a gazdasági norma, vagy szint, és te odamész, mint a nagy-nagy Lali bácsi, a nagy-nagy Budapestről. A nagy-nagy felmosoron győző. És nekik ott valamit összehozol, vagy megsimogatod, vagy... Tehát amire ők nem tudják ezt persze mire vélni, de neked jó. Van bennem valami ilyen hajlam, csak parancsra, baromira, meg zsarolásra, baromira nem szívesen teszem. Miért? Tehát, hogyha azt mondják neked, hogy kedves Lajos, önként most ide és ide mész, nem, most nem ezt is ezt csinálom. Nem, ezt már eldobtuk, ezt a kötelező önkéntességet. Hanem az, hogy tényleg valahol, Bokci, Botswana. Na, például. Itt én nagyon szívesen visszamennék. Nagyon szívesen visszamennék. Ott vár téged a ló. Egy-két ilyen borszerszámmal néhány iskolát föl tudnál húzni. Nagyon, olyan idegesek lennék, akkor meglátnák, hogy ott tekergetek ott az évad. Én zebra őrző lennék. Tehát láttam azokat az embereket, akik jeeppel járkálnak ott ezek a drótokat körbekerített országterületű különböző kenneleken, igen. És ott zebrákra vigyáznék. De most komolyra fordítva a szót. Tehát például elmennél el mondjuk Botswanába, és mondjuk kis busman gyerekeknek elmagyarázni a biológiát. Hogyne? Persze. Egy tolmáccsal. Egy tolmács? Én jobban el tudom kérni. Nem tudsz kattogni biológiát? Elkattognál? Ja, busmanoknak biológia óra? Igen. Ez... Na de, jó. Én jobban el tudom kérni a Vokcit Botswanában, például egy busman gyerekeket gitározni tanítani. Igen, vagy testnevelés órára, képzeld el. Ott azért 50 van, fokon, ott mi? Van hely, így van, 50 fok, van ott a Kalahárival. De mit tudsz ezeknek a hajlékony, bőrtalpú gyerekeknek még mutatni szaltót? Hát gyerekek, menjetek el a Kilimandzsáróig, aztán gyertek vissza, ennyi. Botswanától a Kilimandzsáróig? Addig ő a falat is gitározik. De tényleg, ott a bibeporzót nem tud nagyon elmagyarázni, hát, a Kalaháriban nincs nagyon virág. Igen. Tehát ott például a szaporodás milyen ott, te voltál Botswanában, ottani szemléltető eszközökkel magyaráznád el? A szaporodást, ja, és a virágoknál kezdeném, az nem jönne. Mondom, nincs virág. Tehát ezért virág. Mondom. Tehát annak hiány, mivel? Így van. Bármelyik állat. Vegyétek elő, gyerekek! Hát jó pihány, mi a francot csinál? Tehát bármelyik állatra ránézel, éppen üzeket. Nem tudom, egy tatu hiéna, vagy nem tudom. Tatu hiénából nagyon hülye állat jön ki, azt összehozom. Hát akkor meg minek? Minek mennél oda? Tatu mi a francot keres Botswanában? Nincs. Nézd itt egy tatu, hát ez tényleg, nézd itt egy tatu. Gyerekek, hoztam nektek, gyerekek, a távoli Magyarországról hoztam nektek egy tatut. Na, hol egy hiéna? Jó. Na de hogy mit keres ott, azt tudni, hát önkéntesen van ott. Ja, a tatu is önkéntes, igen. Szörnyűek vagytok. Na, de egyébként én az életemben voltam ilyen, ez nem új dolog. Mi pontosan 3 hétig voltunk, zánkát építettük föl, vagy lenál, nem tudom.
az volt a dolgunk, volt négy csapat, hogy gödröt kellett ásni, a másik csapatnak meg betemetni a miénket. Lajos, te is majdnem megmentetted Vietnámot, nem? Persze. Honnan, innen? Az amerikaiaktól. Ott álltam és fenyegettem a követséget az öklömmel. A Szabadságtéren? Vagy persze, a Szabadságtéren? Persze. Te akkor tüntettél? Persze. Miért ment Johnny Vietnámba című dalt hallgattam közben, és mondtam, hogy igazságot via, és nem tudtam, hogy mi történik. Csak tényleg neked volna kedved ma lemenni egy vietnámi papagájfarmra? Beszélni, tanítani a papagájokat magyarul? Ha. Persze. Vagy papagájokat vállalom. Kambodzsába, mit tudom én, megtanítani a kis gyerekeknek Kmerül egy Paul McCartney szöveget? Például. Vagy a, vagy hát a ott, hogy beszélnek. Vagy a Guantanamira, persze. Persze, hát vagy... Bennetek semmilyen vér nincs beszél, a pucátokban. Nincs önkéntes vér a pucátokban, na, gyerekek. Nincs önkéntes vér. Lenéztem, semmi önkéntes vér nincs. Gyerekek, amikor Mancs megtalálta azt a török kisgyereket, azért az nem volt megható? Az és akkor volt. Nem volt bennetek egy olyan, jó, de Istenem, de mennék oda most segíteni, fölépíteni a kisgyereknek egy házat? Na jó, de hát, a Mancsnak hányszor kellett megmutatni ezt a török kisgyereket, míg megjegyezte? Nem, az a, az a Pavi volt. Ne csinálják. Ne keverd össze a Mancsal. Te szemetek vagytok. Na várjál, oda megyek, ha jól emlékszem, Kata volt a neve, mert igen, ő végzett önkéntes munkát, ti tényleg szörnyűek vagytok, mert... Igen. És le is érettségiztél? Vagy csak úgy csinálsz? Önként. Vagy ki már mit ki? Hát a Kata. Szia. Szia, Kata. Összeleggel jegyünk itt a hangszóróval. Szia. Mi volt a Lajos kérdése? Leérettségiztem-e? Igen, leérettségiztél? Hát, ha egyetemre jutottam, akkor valahogy. Akkor valahogy mégis. Hol voltál önkéntes, Kata? Mit csináltál? Mi mai napig önkénteskedek, egy szegény konyhán ételeket osztunk. De, na, erről vegyetek példát. Szép. Ti cinikus gazdag majmok. Mi vagyunk cinikus, a gazdag majmok. Így van. Igen, ezt mondta nekünk. Ma mi lesz a menü a szegény konyhán? Mindig BMW leves. BMW leves? Minden, igen, benne minden vacak. X6-osról beszéltünk most, de az mit jelent? Mindent tartalmazó, ilyen gazdag leves. Oké. Lajos, Vokci, itt van a pénztárcátok? De a tiédet megtaláltuk. Mennyit adjunk? Nem, szeretném, hogy a Kata valamivel feldobná a mai szegény konyha menüt, azzal, hogy ti most belenyúltok a pénztárcátok. Én azt szeretném, hogy te én is belenyúlok. Te már nem, semmi, ez a te ötleted. Ez egy teszt, gyerekkata, ez az én ötletem. Nagyon jó, egyedül maradok, nem, gyerekkata velem. Egyedül nem kéne jótékonykodni neked, mi nevünkben. Ez most egy teszt. Persze, milyen teszt? Most kaptál Csibéstől két rongyot, aztán azzal rajustok. Ilyen pofátlan bunkót. Majd még meglátjuk. Ezt nézzétek meg. Na, mit csinál? Jó. Na, mit csinál? Fejrájut az és kirázod. Elmész valamit még bevásárolni nekik, ha adunk egy kis pénz pluszba? Hát persze, lehet. A bocsi ad neked, én nem adok. Lajos, vedd elő a pénzt. Nem adok pénzt. Vokci? Nekem nincs. Erre a célra nincs. Nem, a szegényeknek nem adsz pénzt? Nem adok pénzt. Ne, agresszív gyűjtőknek meg pláne nem adok. Hát a bocskor az agresszív. Figyelj, ne tűrt, hogy a nevedben ilyen agresszíven gyűjtsön, mert akkor nem adunk. Milyen garancia én van? Nem adok. Milyen garancia van arra, hogy a Kata... Nézd az arcára, hogy néz ki ő? Hát nem egy megbízható lánya, már azt látom. Belángatja ebben a kényelmetlen helyzetben a szerencsétlen lányt, a bocskor, és mi vagyunk az agresszívek. Én ezt most ilyen komolyan gondolom. Jól csinálja én nem, a bocskor? Nem gondoltam, én tudom, hogy egy demagóg állat vagyok, de azt nem gondoltam volna, hogy nem nyúl bele a zsebébe a méltán meggazdagodott médiasztár búcsú előtt két perccel, és nem ad a szegény embereknek Szegeden a konyhára, hogy legalább legyen egy eper a levesben. Nézzétek meg, aki élete csúcsán van, most keres a legtöbbet, már elővette a pénztárcáját. Én elővettem. Így tehát van. Azt mondom, hogy és nem benneteket akartak belerángatni, hanem én magam is belerángatom. Figyeljétek, és addig fogja vinni a beszélgetést, hogy azt mondja, hogy megsértődött, és nem ad semmit. Figyeljétek meg. Mindjárt visszateszi a pénztárcáját. Lajos, itt van a pénztárcád? Nekem nincs pénztárcám. Figyelj, barátok vagyunk, adjál helyettünk is, jó? Alázd meg bennünket. Nem. Ez nem. Ne haragudj, a te jótékonysági rohamoddal nem értünk egyet. Kata, nagyon kínosan nézed. Már nekem kínos. Annyira kellemetlen, tényleg. Én felajánlok, de tényleg rájuk költöd. Én felajánlok egy tízest. Na ne hülyeskedj már, adjál egy... Tényleg? Adjál neki, csak egy tízest. Ne egy tízest, ezret adjál neki. Adjál neki 20 van nálam, a felét odaadtam. Elfogadod? Szegények? Fogadd el, Kata, nyugodt el. Biztos elfogadják. Akkor vegyél valami fogadd el, a menühöz. Egész nap, olyan gondolom. Egész nap mondja majd adásba, hogy milyen jelen. Törkölj, azért sokat kapsz. Azt ők elintézik magukat. De ezt most a tényleg tudod hasznosítani? Ezt most komolyan, ezt most tényleg odaadtam, tehát ez most, én már nem tudok ebből visszalépni, tehát a Lajos meg oda se lépett még. Nem is fogok. Kata, lemész a lépcsőn, az indinek kell visszaadni majd, jó? De most tényleg őszintén, mert én látom azt, hogy megbízható vagy, az arcodon látom. Nincs a szemedben. Oda, az érettségítés úgy szerezte, hogy önkéntes munkát. Ismerjük. Tehát te most ezért tudsz valamilyen kis
plusz még azért oda tenni az asztalra? Persze, mosogatószerre mindenre szükség van. Azt szeretik nagyon. Ilyet. Fiúk, hoztam nektek mosogatószert. Mekkora sikered lesz, Kata? Imádni fognak. A Katát ne bántsuk, hát ő jártatlan áldozata a bocskornak. Hát igen. A bocskor jótékonyság... Te úgy, most áldozatnak érzed magad? Hát nem a te áldozatodnak. Hanem? A miéknek. Mi? Hát hívjátok a népharagot, vigyázzatok. Na figyelj ide. Hát igen, ez na, akart, ilyen, na hát ez akart, az, hogy hát még a lépcsőn megverjen valaki. Vokci, menjünk a bantukhoz, tanítsuk neki gitárt. Na jó, ők mennek a bantukhoz gitárt tanítani, hogyha bármire, ami csak én azt hittem, hogy több jön össze ma. Gyere máskor is, bocsi, ez nagyon. Kata, köszönjük, és egy nagy tapsot Katának, mert egyetemista létére ilyen szép munkát végez. Köszi, Kata. Ajánlom mindenkinek, ezt még így mondom. Így van, és ajánlja mindenkinek az önkéntességet. Katának kérjük szépen egy ajándékcsomagot. Így van, jövünk vissza. Köszönjük szépen. Micsoda személy. Jó magamra persze hagytatok ebben. Persze. Kata azt kérdezi, hogy ez komolyan mondom, hát persze, komoly, persze. Csak vigyázz, utána ne szaladjon a bocskor. Van rajta egy damin, azzal majd visszalátjuk. Jó, de ha most Katát nem megtaláljátok 5 perc a John Bulpában, akkor azért szóljatok. Ilyen könnyen megszabadulni egy hamis tízezestől a pár, ez zseniális volt. És még jótékonykodott is. Jótékonykodni szeretek. Igen, igen. Én volt már, hogy amikor autóban voltam, akkor is volt, hogy egy tízest adtam karácsony előtt. Múltkor emlékszem, a pótkerekedet neki adtad. Jó, de most azért, mert igen. Na mindegy, azt nem mondtam. Láttam is karácsonykor, akinek adtad, hú, szegény derészek. Nézd, de édes, megtapsolják még külön, láttátok? Hát ilyen könnyen szerezni tízezret, ne hülyes. Ne tapsoljatok meg, ne röhögjetek, hát mindjárt lemegy a bocskor, és kiveszi a zsebetekből a pénzt, és odaadja Katának, igen. Na jó, a helyzet az, hogy jön a Shell Fuel Save játékunk, már ott vannak az üzemanyag hengerek a ladák tetején, és jobban szeretitek egyiket, hogy Zsigulit mondunk, vagy a Lada? Mindegy. Ez Lada, a Zsiguli. Hoppá! Igen. Jó, nyilván megvannak a párok, tehát játszani fogunk, elindulnak, felbőgnek az 1002-es motorok, az áramot termel rajta a fogyasztó, különböző feladatokat kell elvégezni, másokat, mint tegnap, és aki ugye előbb teljesíti adott üzemanyag mennyiséggel a feladatokat, az nyeri a napi díjat, a 10.000 forintos Shell Fuel Save üzemanyag. És esélye van a sorsolásra az éves adag megnyerésére is. Pontosan. Mindezt Dori hírei után. Bumerang. Masszázs a fülnek. Magyarország.